Mégiscsak bejöttünk a világító toronyhoz, megnéztük azt a kis szobrot. És itt vagyunk a világító toronynál. Kocsival nem lehetett bejönni, csak gyalog. Itt meg kis lakáskák vannak. Úgyhogy be nem lehet menni. Körbe nem lehet menni. Ez a North Head Lighthouse. Gyorsan még körbe megyünk, és megyünk vissza a kocsihoz. A világító toronyhoz közel található Vik városa. Ahogy az előző részben már láthattátok, ott vettünk pizzát Zolinak, ott mentünk ki a kikötőbe éjszaka, és onnan érkeztünk meg a toronyhoz közel lévő parkolóba, ahol az éjszakát töltöttük a lakóautóban. A torony érdekességei: a fény 1849-ben állt szolgálatban, maga a torony henger alakú, 18 méter magas, és 76 lépcső vezet fel a torony tetejéig. A fényt 1987-ben automatikussá alakították, 46 kilométerig látható, világító jellemzője 20 másodpercenkénti villanás. A szín fehér vagy piros, az iránytól függően változik. Hopp, és megérkeztünk John O'Groats-ba. És közben megnéztem, hogy ez maga a szárazföldnek a legészakibb része. Ugye Skócia fölött északra még vannak szigetek, de maga a szárazföldnek ez a legészakibb része. Kijöttünk a Land's End tengerpartjára, és ilyen vendégházak vannak. Ilyeneket lehet bérelni. Nem tudom, látjátok, hogy milyen kilátásuk van nekik. Annyit szeretnék elmondani, hogy 3 font per nap, kalendárnap, tehát az napra 3 font, tehát nem úgy működik, hogy 24 óra hossza, hanem hogy az napra 3 font a parkoló. Külön ide belépő ugye nincsen, hiszen tengerparti ösvényeken is ide lehet sétálni, csak ugye a parkoló díja effektív az, amivel ők itt díjat szednek, viszont a WC az 50 penny. Találtunk ilyen színes házikókat, és annak a végén vagyunk, az ide leült, és azt nézte, hogy vannak ferrik, mi ez? Kompok a szigetekhez. Mert ugye Skócia még ugye északabbra szigetekből áll. Amúgy, ahogy beérkeztünk a parkolóba, majd még megmutatom, ajándékboltok vannak, meg egy kis fagyizó. És ilyen színes házak vannak. Ott a komp, és akkor ott lehet fényképezkedni. Kornvalban is van egy Land's End, ugye az a déli rész, ez meg az északi rész. Ez egy kávézó, itt egy ilyen szobor, hát nem tudom, jelkép, nem tudom miért, őszintén szólva, és akkor itt a tábla, itt mutatják, hogy New York 3230 mérföldre van, és a Land's End, ugye a déli rész, az 874 mérföld. Hozhatsz saját matricát, felragaszthatod erre a táblára, és így megörökítheted, hogy itt voltál. Nem tudom, valami átszaladhat, nézd, csak ott van, a kőben. Ez egy pici mennyét, amit látunk most, és ott végig
sziklákból, ilyen kis szobrok vannak, ilyen kis kő emelvények rakva. Most elindultunk egy ilyen kis ösvényen. Nagyon jó, nem ilyen saras, hanem kavicsokból rakták ki. De Zolit elvesztettük, mert ő követi a kis mennyidet. Folytattuk utunkat Skóciában. John O'Groat után ezen a csodálatos, homokos tengerparton álltunk meg. De ezt már csak a következő videóban láthatjátok. Ha tetszett a videó, akkor kérlek, nyomj egy lájkot, nyomd meg a feliratkozás gombot, hogyha még nem tettétek meg. Akik eddig is követtek, azoknak köszönjük. Remélem, a következő résznél találkozunk. Addig is, sziasztok!